Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőségünk Istenünk. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték: az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a nép sokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Ezek az evangélium igéi. Miután Jákob csellel megszerezte az elsőszülöttnek járó áldást, menekülnie kellett Ézsau haragja elől. Most arról a történetről hallottunk, amikor Jákob már visszafele jön a feleségeivel, gyerekeivel, és találkoznia kell Ézsauval. És Jákob fél ettől a találkozástól. És ahogy sikerül a Jordánon átmenteni a családját, vagyonát, éjszaka küzd az angyallal. Azt mondja az angyalnak, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Neki, aki megszerezte az elsőszülöttnek járó áldást, szüksége van erre az áldásra. Megkapja az új nevet, de az angyal sebetejt Jákobon. Megérinti a csípőjét, és attól kezdve Jákob sántít. Sebzett lesz. Ő, aki megsebzett mást, most sebzett lett. És a sebzettségében mindig rászorul Isten szeretetére és Isten irgalmára. Lehet így is nézni a sebeinket, az életünk sebeit, amit mások okoztak nekünk, vagy mi magunk szereztünk magunknak. Mind a kettő megtörténhet. A sebzettségünk lehet áldás, mert azon a ponton mindig Istenhez kell fordulnunk, ha teljes életet akarunk élni. A sebzettségünkben mindig rászorulunk Isten jóságára és irgalmára. És ez az esemény, ez a történet arról is üzen számunkra, hogy az ima nagyon sokszor küzdelem, harc. Bármennyire is szeretjük a Jóistent, mégis sokszor küzdelemmé válik az ima. Harcolunk Istennel, birkózunk vele, küzdünk vele. Az imáink sokszor erről szólnak. Az evangéliumban Jézus kiűzi az ördögöt egy némából, és ahogy távozik a néma, távozik az ördög, a néma megszólal.
kétféle reakcióról hallunk az evangéliumban. Vannak, akik nyitott szívvel hallgatják Jézust, figyelnek a cselekedeteire, követik őt. Ők, akik teljesen nyitottak és befogadók, ők elámulnak és dicsőítik az Istent, hogy ilyen még nem történt Izraelben. De vannak, akiknek a szíve nem tiszta, akiknek a szíve kemény, mégpedig az ítélettől és az előítélettől. Akármilyen csodát tesz Jézus, ők nem Isten irgalmas szeretetének a megnyilvánulását látják, hanem a saját ítéleteiket. Az egyik oldalon újonganak, hogy meggyógyult egy megszállott ember, és ilyen még nem történt Izraelben. A másik oldalon, ugyanabban a hallgatóságban vagy tömegben ítélet fogalmazódik meg. Az ördögök fejedelmének segítségével űzi az ördögöt. Ez azt jelentette, hogy mi tudjuk, hogy megszállott. Mi tudjuk, hogy ez az ember ördögtől megszállott, mert csak azért tudja kiűzni az ördögöt. Őrizd tisztán a szívedet, kéri tőlünk a példabeszédek könyvében Isten, mert onnan indul ki az élet. Boldogok a tiszta szívűek, mondja Jézus, mert meglátják az Istent. A szívünk tisztaságára vigyázni kell, és ha megfertőzi az ítélet, a pletyka, az előítélet, akkor meg kell tisztítani a szívünket, hogy be tudjuk fogadni Isten csodálatos műveit, hogy tanúi legyünk Isten irgalmas szeretetének, hogy meglássuk Isten műveit, őt magát ebben a világban, és erről tanúságot tegyünk. A határ a szívünkben van, és ha elbukunk, ha ítélkezünk bármelyik testvérünkkel szembe, ha előítélet van bennünk, vagy netán beszéltünk róla, meg kell tisztítani a szívünket, a bűnbánat, az őszinte bűnbánat által. Jézus látja a népsokaságot, megesik a szíve az embereken, mert, ahogy mondja, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Nincsen vezetőjük, nincsen, aki segítse őket az élő vizek forrásaihoz. Ha körülnézünk, számtalan pásztor nélküli juhot látunk. Olyan embertársakat, olyan embereket, akik tévelyegnek, akik kiszolgáltatottak, akiket manipulálnak és félrevezettek. Nincs segítségük. Az aratnivalósok hallottuk Jézus szavát, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. És ne csak azért imádkozzatok, hogy legyenek papok és szerzetesek. Azért imádkozzatok, hogy a keresztények vállalják a küldetésüket, hogy ők legyenek azok, akik beállnak a munkába, ők legyenek azok, akik megvigasztalják ezeket az embereket, ők legyenek azok, akik segítenek, akik irányt mutatnak az életükkel, a szavaikkal. Ti vagytok azok, akiket Isten küldeni akar az aratásába. Minden megkeresztelt emberen kenet van, a Szentlélek kenete. És mindenki, aki megkapta a keresztség szentségében ezt az ajándékot, képes arra, hogy munkás legyen az aratásban. Képes arra, hogy az evangéliumot élje, és arról tanúságot tegyen, hogy segítsen másokat az üdvösségre, Krisztushoz. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön titeket azokhoz, akik körülöttetek, szenvednek, kiszolgáltatottak, céltalan az életük,
sodródnak, pásztor nélküli juhokká váltak. Ezzel együtt kérjétek az aratás urát, hogy küldjön pásztorokat, küldjön munkásokat, olyanokat, akik vállalják ezt a szolgálatot is, de ti vagytok a tanúk, ti vagytok a küldöttek, és ha fölvállaljátok ezt a küldetést, akkor Isten országának az örömhíre terjedni fog, növekedni fog, és egyre többen találnak oda a megváltóhoz, az üdvözítőhöz, az Úr Jézus Krisztushoz. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.